Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban az lesz a feladatom, hogy különböző logókat találjak ki. Szóval már látjátok is ugye a telefonomnak a képernyőjét, amin megjelent egy játék ezzel kapcsolatosan. Hi, guess the brand. Ez azt jelenti, hogy találjuk ki a márkát. Szóval rá is nyomok, hogy start, és itt van, hogy main game, tehát valószínűleg ezzel fogunk most játszani. Play. Nem tudom, hogy mennyire leszek ebben jó, mert úgy alapvetően sok cégnek felismerem a logóját, de azért valljuk be, nem mindegyiknek. Jó, hát ez az első szerintem eléggé könnyű, ezt valószínűleg mindenki tudta, úgyhogy ez a Nike. Igen, és ezzel kapcsolatban volt egy ilyen, hogy is mondjam, ellentét az emberek között, hogy hogy kell kiejteni a Nike-t, úgyhogy Nike, vagy úgyhogy Nike, és meglett az eredmény, mert a cégnek a vezetője mondta el egyszer egy interjúban, hogy ezt Nike-nak kell ejteni, úgyhogy azóta tudom, de én alapból is tudtam. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis mellékinfo volt. Ez itt az IKEA. Mi meglepő, ezt még én is tudtam. Nem már, de miért ilyen könnyűeket rak be ez? Ezt is szerintem mindenki tudta, hogy Amazon. És akkor lehet, hogy egyszer... Ja, rosszul csináltam. Amazon. Új, oké. Most jelentkezzen az ember, aki ezt nem ismerte föl. Nem tudom, lehet, hogy van olyan tényleg, aki ezekből nem tudja azt, hogy melyik. Na ez. Ez egy érdekes kérdés. 5 betű, és fogalmam sincs, hogy pontosan ez mi lehet. Egyébként azért nézek le, mert nyilván itt a telefon a kezembe, de gondolom ez egyértelmű volt. De azért, ha valakinek nem, akkor elmondtam. C-val kezdődik, és az egy R vagy egy N. Most nem izéjél ott mellettem, mert nem fogom egyből megnézni a segítséget, na. Ne villogjál! Nem tudom, kannon? Vagy... Hoppá! De én azt hittem, hogy a kannont két N-nel kell írni. És azért nem próbáltam meg, de akkor jó volt. Ez komoly még kérdés? Vagy mi? Ja? Egy darab betű el van izé választva, érted? De úgy nem is lehetne amúgy hivatalosan elválasztani. De ez a Facebook. Gondolom. Igen. Nézzétek, milyen jól elválasztottam, hogy izé Facebook. Jegyezzétek meg, ezt így kell elválasztani ezt a szót. Ez hogy kell írni? Mac. MC. De. O, ne, a, le, de, sö. Új, McDonald's. 1,75%-át kivittem a játéknak, szerintem ez nagy dicsőség. Ó, ezt tudom, ez Visa. Vagy, nem tudom, lehet, Visa, nem? Ja, Visa, mert ugye ez a kártyákon szokott lenni. Azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani. Jó, hát ez nagyon egyszerű, Coca-Cola. Oké, ezzel igazából nem is volt semmi probléma, szerintem. Ja, tudom, Samsung. Igen, ez sem volt olyan túl bonyolult. Adidas. Gyerekek, hol van itt a kihívás? Én azt hittem, hogy ez nehezebb lesz. Most nem mondod, ebből! Ki nem tudja megállapítani, hogy ez mi? De most ez really? Tehát oda van írva konkrétan a logóra, hogy Ford. Akkor mégis mi más lenne, ha nem Ford. Azt hittem, hogy ennél bonyolultabb játékot töltöttem le, de úgy látszik, hogy nem. Bár 3 betű, és egyébként ide van írva belőle valami. De várjál, tehát legyen, az gondolom egy C. A, L. Nem. Ujjaj. Ez az egyetlen logo, amit most a nem tudom hány közül nem tudok. De C-vel kell kezdődjön, mert ugye a C van egyértelműen. Cap? Nem. Nem tudom. Hé. Akkor egy betűt. De sokat segítettél. Akkor G. A. Gap. Gap! Tényleg a gap! Azt még láttam is valahol. Ez is egy nagyon egyszerű. Ja. Jó. Csak leírni, nem? Twitter. Úgy. Ü.
Akadályba ütköztünk. Megint. Nem tudom. Ez mi? Ha vegyünk, nem tudom, betűket rakjunk ki. Létezik ilyen márka. Én nem is tudtam. Ez kicsit meglepet. Jó, hát ez megint könnyű, de az előző nem is tudtam, hogy létezik olyan. Na mindegy. Akkor ez BMW, az már maradjunk annyiba. Higgyetek el, most látom először ezt a márkát. Azt tudom, ez mi? Columbia. Jó, ezt ki nem találtam volna, szóval inkább azért. Ez a... izé... Már itt van a nyelvem, csak nem tudom. Ez most gáz lesz, ha nem fogom tudni. Jó, várjál, egy betűt adj meg. Egyet. De nem onnan gondoltam. Starbucks! Tényleg! Most meg kell írni Starbucks. Új, nagyon jó. Azt hittem már se tudom, pedig ilyen kávét szoktam látni egy csomót. Soha életben nem láttam, és nem is ismerem ezt a Cadillac, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. Na, ezt már láttam valahol. Ez olyan ismerős. Talán Mastercard, nem? Arról lehet. Mastercard. De! Igen, pontosan az volt. Ez feltételezem, hogy Pepsi. Pepsi. Oké, ez nagyon jó. Ó, ez meg a KFC lesz. Tuti, hát három betű. Egy csávó van ott középen. Chevrolet. Lett. Ezt a francia izént nagyon nehéz volt amúgy kiírni, mert nem tudok franciául. Sem ennyire. Úgyhogy... nem, most ebből... bárki meg tudja mondani, hogy ez micsoda. Hát oda van írva, hogy Netflix, akkor más igazából nem lehet. Szóval Netflix. Jó, mondjuk lehet, hogy vannak olyan emberek, mint én, hogy mit tudom én, tök egyszerű logónál nem tudják, hogy mi az. Mint például előbb a Starbucksnál, és átnyomják. Szóval nem mindegy, nem menjünk bele ebbe. Ó, ez jó, ez Monster, ezt én is szeretem. Monster, ez Xbox. Vannak nehézségek amúgy a játékban, de nem annyira. Ez talán a Hervis lesz. Hol van Her... V... I... Mi? Akkor Louis. Lev... Azaz, jobb, mert Hervis, Louis, mindegy, ugyanaz. Viszont, most menjünk át egy másik játékra. Mondjuk, nézzük a fashion-t. Kíváncsi vagyok. Ez... Várja, már az elsőnél lelakadtunk. Ez Rolex, nem? De jó vagyok, Rolex, ugye, mint az óra, tudjátok. Ez H... Most komoly! H és M betű itt van, és kettő betű. Szerintetek, vajon melyik lehet? Persze, hogy a H&M. Úristen! Hát most ez Converse, vagy hely nekem, vagy mi? Hát egyik se. Nincs Converse. Jó, erre nem jöttem arra, ezt nem tudtam volna, én vagy Converse, vagy helynek erre gondoltam volna. Ez Hugo Boss. Biztos vagyok benne. Hugo Boss. Nagyon jók vagyunk. Mik ezek a logók, gyerekek? Megint nem tudom. Fingam nincs. Sose hallottam még ezt a logót, vagy márkát. Szerintem hagyjuk ezeket a logókat most mára. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ha így van, azt jelezzétek egy lájkkel és egy feliratkozással. Próbálok majd nektek hasonló ilyen más tartalmat is előállítani, mint a Minecraftot. Szóval tényleg ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!